A véradók, akik karjukat nyújtják, életeket mentenek. Akik önkéntesen adnak vért, nem várnak egyéb jutalmat, mint azt a jó érzést, hogy segítettek. Ezért a véradás a legmagasabb erkölcsi elismerést kell, hogy kapja. December 8-án a kerek véradószámmal rendelkező önkénteseket köszöntötte a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete a Juno Hotelben. Évente 15-16 ezer egységet kell Komárom-Esztergom megyében szerveznünk. Azt elmondhatom, hogy Komárom-Esztergom megye a jó erős középmezőnybe tartozik. Évről évre nehezebb feladatunk a véradás szervezés. A fiatalokat nagyon nehezen tudjuk meggyőzni ennek fontosságáról, éppen ezért különböző programokat, különböző olyan tevékenységeket próbálunk szervezni, aminek alapján őket meggyőzzük ennek a fontosságáról. December 4-én indítottuk útjára az adventi véradás sorozatunkat. Ennek a szlogenje adományoz vér karácsonyra, tehát ajándékozzuk meg beteg embertársainkat vérrel, hiszen beteg emberek ünnepnapon is betegek, és ünnepnapon is szükségük van vérre, ezért nagyon fontos, hogy karácsony előtt sok-sok véradó elmenjen vért adni, és ajándékozzon karácsonyra vért beteg embertársai részére. A véradók önzetlenségét bizonyítja, hogy sohasem tudhatják meg, kihez, mikor érkezett meg adományuk, a saját vérük, mely a bajba jutottak számára egy újabb esélyt jelent. Herencsényi Béla már 50-szer adott vért. Még 18 éves koromban, amikor katona voltam Kalocsán, akkor kezdődött. Akkor még a szabadságért, aztán utána már ugye belejöttem, és majdnem minden évben van, amikor kétszer is adtam vért. De az ember hallja azt, hogy mennyire szükség van a vérre a betegeknek, és hát én ezt tartottam elsődlegesnek, fontosnak. Az ünnepségen a véradó mozgalom fontos szereplőit, a véradó szervezőket is köszöntötték. Ők szabadidejüket nem sajnálva kopogtatnak a véradók otthonába, és invitálják őket a nemes cselekedetre. A véradó ünnepségen a Garabonciás Néptánc Együttes kamaracsoportja lépett fel.